Sziasztok! Újra folytatjuk a nagy PTP összehasonlító tesztet. Ezúttal a Mikrotik QRT5AC-val. QRT egy 24 decibeles integrált panelantennával rendelkező eszköz, ami 31 dBm-es kínai teljesítménnyel rendelkezik, valamint egy darab gigabites Ethernet porttal. Az eszköz tartozéka a 24 voltos tápegység a gigabites mikrotikes PoE feladóval együtt. A szerelőkészlet roppant praktikus, mindösszesen egy 10-es villáskút segítségével be tudjuk állítani és könnyen össze tudjuk szerelni az eszközt. A panelantenna nagy nyílásszöge miatt roppant egyszerű volt beállítani az eszközt a parabola antennákhoz képest. A Mikrotik belső spektrumizátorára sajnos nem tudtunk hagyatkozni, mivel az AC és chipsettel szerelt eszközökben nincsen ilyen lehetőség. Most is azon a 2 kilométeres szakaszon mérünk, mint tavaly, az Észtelekom csepeli bázisállomása és az Access Point telephelye között. Ez egy teljesen valós szakasz, mivel mind a két helyszínen több pont-pont és pont-multipontos 5 GHz-es eszköz is üzemel. Akkor lássuk az eredményeket! A Mikrotik belső bandwidth tesztje ugye nem ajánlott, de ettől függetlenül használtuk ezt is a mérés során. Egyik irányba UDP-n 410 megabit per szekundumot mértünk, míg a másik irányba 380-390 megabit per szekundumot. IPERF TCP-vel egyik irányba 319 megabit per szekundumot, míg másik irányba 256 megabit per szekundumot értünk el. Az Equicom által biztosított EXFO műszer segítségével UDP dual teszt esetén 68-as csomagmérettel 22,5x30 megabit per szekundumot, 512-es csomagméret esetén 142,5 megabit per 135 megabit per szekundumot, és 1500-es csomagméret esetén pedig 202,5 valamint 140 megabit per szekundumot értünk el. Ez volt a Mikrotik QRT5AC-nek a tesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor ezt tegyétek fel kommentben. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Hamarosan jelentkezünk egy újabb epizóddal. Sziasztok!